Jöjjön a táplálkozás és a nyári bőrvédelemnek az összefüggése. Horváth Patrícia van itt velem, testtudattréner. Jó reggelt kívánok, szervusz Patrícia. Szia. Ugye a bőrünk, a táplálkozásunk összefügg. Tehát, hogy a bőrünk milyen állapotban van, az pontosan szerintem le lehet azt képezni, hogy mennyire eszünk tudatosan. Én magam észre szoktam venni, hogyha picit több édességet eszem, akkor kijön egy-két pattanás a bőrömön. És szerintem nyáron ugye kifejezetten fontos a bőrünknek a védelme, és ez összefügg a táplálkozással szintén nyáron ugyanúgy. Hogyan? Igen, teljesen jó, amit mondasz, mert a legnagyobb kiterjedésű szervezetünk, ugye maga a bőrünk, és hogyha azt gondoljuk, hogy csak a külső kozmetikumokkal, hidratálással, tisztítással, napvédelemmel tudjuk óvni, az sokat segít, de nem elegendő. Az év minden napján nagyon fontos, hogy megfelelő mennyiségű antioxidáns, például C-vitamint, E-vitamint tegyünk, mert gyakorlatilag a rugalmasságát, a kollagén a szervezetben megmarad, azt megvédi. Ezen kívül az A-vitamin és a B-vitamin pedig azért fontos, mert a kórokozókkal szembeni védelmet és az esetleges sebgyógyulásban tud támogatni ez a két vitamin. És az omega-3 zsír, ugye már többször kitértünk, hogy szintén az öregedés késleltetés miatt, illetve a rugalmasság megőrzés miatt fontos, úgyhogy ezek a vitaminok és az omega-3 zsírsavak a bőrünk egészségének és szépségének az őrei egész évben. Igen. De kijött a napsütés, és innentől fogva azt gondolom, hogy nagyon erős stressznek vagyunk kitéve, ugyanis maga a napozás az egy oxidatív stressz állapotot hoz létre a szervezetben, és ilyenkor megnőnek a szabad gyökök a szervezetünkben. Ez mit jelent pontosan? A szabad gyök mindenkibe van, mert bizonyos folyamatokhoz elengedhetetlenül fontos, viszont akkor, amikor nagyon erősen napozunk, vagy UV-sugárzás ér minket, megemelkedik a szabad gyök szint a szervezetben, és onnantól fogva egy-két betegség, gyulladásos folyamatok, stb. Ezek el tudnának indulni, illetve maga a bőrünk is jobban meg tud égni ilyenkor. Viszont, hogyha megfelelő mennyiségű antioxidást viszünk be a szervezetünkbe, ezzel azt értem, hogy C-vitamint, illetve E-vitamint, akkor ezeket a szabad gyök szinteket vissza tudjuk folytani, és ezáltal tudunk védekezni a napégés ellen. Már sokat beszélgetünk a napégésről, mindjárt beszélünk, mert sokat beszélgettünk arról, hogy mindig fontos a vitaminbevitel, nem csak télen, hanem ugyanúgy nyáron is. Mi a helyzet a D-vitaminnal? Ugye most a napsütésről beszélget. Igen. A D-vitamin az télen ugye sokkal fontosabb, nagyobb mennyiségben szoktuk általában szedni. Ilyenkor nyáron minimálisat kell bevinni, mert gyakorlatilag a szervezetünk képes ugye szintetizálni a D-vitamin. Viszont napégés ellen én még a beta-karotint szoktam nagyon mondani, mert a nagyon narancssárga, nagyon piros és nagyon sötétzöld zöldségek, gyümölcsök olyan bétakarotin tartalommal rendelkeznek, amik belső napvédelmet tudnak ellátni, égés elleni védelmet, tehát sütőtök, sárgarépa, sárgadinnye, spenót, sóska, kaliforniai paprika, paradicsom. És a paradicsomnál még egy fontos dolog, a paradicsomnak olyan likopin tartalma van, ami szintén napégés ellen tud védeni, illetve egész évben a ráncosodás ellen is tud védelmet nyújtani. Én a paradicsomra azt szoktam mondani, hogy szinte már gyümölcs, mert annyira finom. Igen. Nem tudom, hogy vagy veled. Igen. Akkor menjünk, rendben, ez a táplálkozás, ezekre figyeljünk, a bőrünk védelmére, és akkor most jöjjön az, hogy hát nyáron az ember sokkal többet szomja, sokkal többet iszik. Ugye afrikai országokban lehet azt hallani, hogy ők kifejezetten nem a hideget, de nem csak afrikai országokban, hanem hogyha az ember elmegy tényleg egy trópusi vidékekre, az ott lakók kifejezetten akár szeretik a meleget inni a nagyon nagy hőségben, forróságban. Miért fontos a sok víz, milyen hőmérsékletű legyen? Szerintem ez is egy lényeges kérdés, és valóban működik-e ez, hogy a meleg ital az tulajdonképpen valahol hűt minket. Igen. Gyakorlatilag a hőháztartásunk és a vízháztartásunk az nagyon szorosan és szervesen összefügg. Ugye 36-37 fokon működik az emberi szervezet, és akkor, amikor elkezdünk napozni, vagy kimegyünk a napra, elkezd emelkedni a testhőmérsékletünk. És akkor, amikor mondjuk 1-1,5 fokkal melegebb már a testünk, bizonyos szervünknek, agyunknak, belső szerveknek ez nem tesz jót, és a szervezet úgy kezd el védekezni, hogy elkezdi a bennünk lévő folyadékot a felszínre tolni, és azáltal, hogy izzadunk, és ez párolog rólunk, hőt von el a szervezettől a párolgás maga, ugye ez egy fiziológiai folyamat, és onnantól fogva így hűtjük magunkat vissza. De ezt a kiizzadt folyadékmennyiséget meg azért kell bevinni, mert ugye nem csökkenhet bizonyos szint alá a folyadékmennyiség, viszont könnyebb a párolgás, ha meleg folyadékot viszünk be, tehát testhőmérsékletűt, langyosat, vagy meleg teát. Sokan azt mondják, hogy jéghideget isznak ilyenkor, pedig ez nem jó, inkább a langyos testhőmérsékletű folyadékot szoktam javasolni.
Ígértél a beszélgetésünk végére egy trükköt. Igen. Nagyon kíváncsi vagyok. A zöldtea is benne van, annyit tudok. Úgyhogy én sem tudom pontosan, hogy miről van. Zöldtea a trükköt ígértem, ugyanis említettem, hogy maga a napozás az egy szabad gyök növelő oxidatív stressz. Viszont akkor, amikor mondjuk reggel mi lefőzünk egy 2-3 filterből egy fél liter, 3/4 liter teát, és hagyjuk kihűlni a filtert ebben a vízben, akkor az annyira erős antioxidáns tartalmú ital lesz, hogyha napozás előtt egy fél órával, 3/4 órával ezt megisszuk, akkor annyira megemelkedik az antioxidáns a szervezetünkbe, hogy amikor kimegyünk a napra és elindul ez az oxidatív stressz folyamat, akkor nem tud annyi szabad gyök felszabadulni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag belsőleg bekenjük magunkat naptejjel, és szinte nem tudunk megégni. Ez nem jelenti azt, hogy főidőben megyünk napra, nem jelenti azt, hogy nem kenjük magunkat, követjük a mediterrán típusú napközbenni, nem megyünk napra napozás szisztémáját, és kenjük, védjük magunkat, viszont ezzel nagyon sokat tudunk segíteni, hogy tényleg ne csapjuk oda magunkat a nyalás első napján. Nyilván nem bőrgyógyászati beszélgetés ez most, de mégis fontos, hogy te egyébként továbbra is javaslod a nagyon magas faktorszámú krémeket? Igen, abszolút javaslom, és azt gondolom, hogy napközben tényleg nem menjünk napra, hajnali vagy reggeli délelőtti órákban, illetve a késői órákban, ha pedig valaki sportol, mert ezzel nagyon sokan szembesülnek, és én is így vagyok vele, nehéz bekenni magunkat sport közben, kinti sport közben, mert akkor izzadunk, belecsöpög a szemünkbe, csíp, minden bajunk van. Éppen ezért még ilyen napfelkelte környékén nagyon korán, ha megy ki valaki sportolni szabadba, akkor meg lehet úszni azt, hogy ne a szemünkbe csöpögjön a napozókrém, meg egészségesebb is, mint nagy melegben, például futni, kocogni. Vagy és egyébként is nyáron meg sokkal jobb reggel korán kelni. Igen, korán. Igen. Világosodik minden jó. Igen. Horváth Patriciának nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem. Én köszönöm, Eszter.